Itt is vagyunk Európa negyedik hetének utolsó, első napjának utolsó mérkőzésén. Az H2K és a Splice hihetetlen összecsapásánál vagyunk, ahol az első mérkőzésen a Splice tudott nagyot alkotni. Kedves Buci, a jelenlegi szakkommentátor társa már akkor is itt ült. Én jó magam Tanatosz vagyok, és én az előbb ott ültem. Szia Tanatosz! És ismét üdvözlök mindenkit. Én úgy gondolom, hogy az H2K jól kezdte az előző mérkőzést, csak valahol utána, nem tudom, elfogyott a lendület, elfogyott a szufla. Valahol nem, olyan volt, mintha egy falat húztak volna eléjük, és nem tudtak átmenni, nem volt meg a kezdeményezés, miközben a lehetőségük bőven meg lett volna rá. Tehát mind esnek a kristály nyilvesszői, kétszer is tökéletesen jól találtak, egyszer még például ki tudták szedni majdnem teljes mértékben Kobit. Tehát a lehetőség megvolt, ott volt Jankosznál is a kábítás, ott volt, ha jó időben és kellő düvel érkezik az a Gnár Odoamné személyében, akkor ott is bőven van esély, tehát mindenképpen volt lehetősége az H2K-nek, csak nem tudta kihasználni. Ezzel szemben a Splice pedig ténylegesen felvett egy olyan, hát nem tudom, olyan nyúlcipőt, hogy meg lefutotta az H2K-t, aki meg így nem tudom, húzta a lábát. Tehát valami ilyesmi volt a játék második fele. A Splice diktált, a Splice átvette a vezetést, nagyon szépen célpont mozgásokkal, célpont fókuszokkal, mind a baronnasor, mind pedig a sárkányra gondolok itt kifejezetten. Mert hogy három tornyos előnyben volt az H2K, ezt könnyedén egy baronnasorral már le is lehetett dolgozni, mind az arany, mind pedig a torony hátrányt. Nagyon látszik az, hogy a Splice mögött egy hihetetlen jó stratégia van. Ugye Yamato Kennonnak az örüléseiről nem kevés GIF készült most erről is fog szerintem. Volt egy ilyen bele a kamerába. Az. De most is egy előző meccsen is volt. Mostani mérkőzés követően ugye valakinek volt ideje nézni a Twittert is. Szóval a lényeg annyi, hogy nagyon tud örülni, ez egy dolog. De hogy milyen jól fel tudja készíteni a csapatát is amúgy arra, hogy jó stratégiai, taktikai döntéseket hozzanak, mert ugye a játék későbbi szakaszában nyilvánvalóan hatalmas hangsúly van a csapat kompozíción, és hogy mit sikerül a csapat küzdelmek során csinálni, de hogy te is mondtad, visszahozták a toronyállást, az aranykülönbséget, minden olyan makrójátékbeli dolgot, ami viszont csak a taktikán múlik, a jó forgáson és a jó stíluson. És a jó ingen. Tehát ingen, abszolút ingen. A jó ingen nagyon sok minden Garbo múlik. Garbo után ez azért előrelépés. Hát, vehetjük talán annak is. Attól függetlenül erről az úriemberről, azaz Yamato Kennonról beszélgettünk, aki a Splice csapatának, hát menedzsere, vagy legalábbis itt edzője, a hátsó edzője, tehát aki mindenképpen itt mondja még pluszban az információkat, rettentő sokat tud még a tiltási és választási fázisban egyébként segíteni, és nagyon kíváncsi leszek majd, ugye most fordul a kocka, az H2K lesz kék oldalon, és a Splice lesz piros oldalon. Ha egy-egy ma, akkor minden mérkőzésünk döntetlen volt, ami azért egy olyan nap, ami szerintem kifejezetten különleges, tehát hogy minden mérkőzés döntetlenre hoz egy csapat, vagy legalábbis fel tud állni az a gárda, aki abszolút hátrányból kell, hogy játszol. Mert azért most mindenképpen, ha nem is aranyhátrányból vagy toronyhátrányból, egyfajta lélektani hátrányból kell játszani egy picit az H2K-nek, mert most nekik nyerniük kell ahhoz, hogy mentsenek egy pontot saját maguk számára, és ne engedjék a Splice-ot el egy laza 2-0-val, 3 ponttal. A lehetőséget és az esélyt bőven látom az H2K-ben, mert egy nagyon erős csapatról beszélünk, de nem szabad elengedni azt, ami működött. És ténylegesen működött, nagyon jól forogtak a célpontokra, tényleg 3-4 tornát pikpak el tudtak hozni az első 20 percben, meg volt az aranyelő, a gyilkosság előny, sárkány, két darab pokoli sárkányuk volt, míg ezzel szemben egyet azért el tudott hozni a Splice, de attól függetlenül a sebzés bónusz, vagy a sebzés többlet az H2K-t erősítette, ameddig nem hozta el természetesen a Splice az ősi sárkányt. De nagyon jól reagáltak, én úgy gondolom, Ryunak, jófarán megfogták a robbantó sebzését, kellett ehhez 3 darab szellemarc, egy Iron Solari medálja, plusz még egy jó kis
Eleven szabja, tehát azért volt ott mindenkinél föl valami. Föl voltak készülve rá abszolút egyértelműen erre az érkezésre. Úgy gondolom, hogy az H2K hát gyakorlatilag azért is kell, hogy most győzzön, hogy továbbra is megőrizze veretlenségét az európai LCS-en belül. Ugye alapvetően relatíve viszonylag sok csapat van még jelen pillanatban, és aki veretlen jelen állás szerint, nem csak Európában, hanem világszinten, de ugye a G2 és az H2K is veretlenek. Az H2K-nek amúgy azért lett volna nagyon jó ez, hogyha el tudja hozni mondjuk 2-0-ra a mostani mérkőzés, meg a harmadik. Ez a veretlenség, ez annyira csalóka, főleg a BO2-nél a döntetlen, tehát hogy azért a tényleges veretlen csapatok azért az 2 és megállt a tudomány, vagy talán 3. Hogyha a Flash Wolves nem vesztett, akkor a Flash Wolves volt még, aki veretlenül, ténylegesen úgy, hogy csak győzelme van áll. De attól függetlenül igen, a döntetlen is egy olyan szituáció, vagy egy olyan helyzet, amivel pontot kaptál, és innentől kezdve nem veszítettél, tehát ezzel egyet kell, hogy értsek, hogy pont ezért, mert BO2, még sokaknak megvan ez a lehetőségük. Nekünk pedig megvan a lehetőségünk, hogy bemenjünk a tiltási és választási fázisba most. Most már benne is vagyunk. Az H2K közben 2 darab hőst is kitilt, akivel nem szeretnék, hogy a Splice-osok ezen a mérkőzésen is játszanak. Ez pedig nem más, mint Mikinek a bárgya, illetve Kobinak a Caitlynje, abszolút emberek elleni tiltás, abszolút az előző mérkőzésre való reflektálás. Mint hogy a másik oldalról van azért még egy karma, a Draven teljes mértékben érthető Freeze ellen, illetve várjuk az utolsó tiltást, mi lesz az, amit még a Splice piros oldalról kitilt, nem más, mint a Ryze. Tudták kezelni Ryunak a Ryze-át, viszont lehet, hogy teljesen más taktikát szeretne most a Splice hozni, nem fér bele talán ennyi tankosítás, lehet, hogy nem Senkax és a középső ösvényes Vladimir az, ami érkezik, tehát mindenképpen úgy gondolom, hogy... Elhozhatja elsőként az H2K Ryu, azért egy magabiztos középső ösvényes, és ugye erre lehetősége van az H2K-nek, a tiltásaival már egy olyan labdát dobtak oda a Splice-nak, hogy vagy kitiltotok egy középső ösvényes, vagy elhozza Ryu megint Ryze, vagy Vladimirt. Az első választás náluk van, erre tudnak reagálni, de akár elhozhatnak más jellegű hősöket is, például a lövész pozícióra fókuszálhatnak, vagy a támogató pozícióra, hiszen mind Karma, mind Bart ki lett onnan véve. Az H2K nehéz döntés előtt áll, nem véletlen, hogy Proli és csapata nagyon meggondolja, hogy mit hozzon el elsőként, de Vladimir. Vladimir első választás az H2K-nél. Innentől kezdve a vérmágus most jelen esetben az H2K csapatát fogja erősíteni ezen a mérkőzésen, és azért látjuk, hogy nem verhetetlen ez a Vladimir, a 10-7-es statisztikája pont ezt mutatja meg, hogy azért őt is meg lehet állítani, őt is meg lehet fogni, viszont ténylegesen egy olyan kellemetlen figura, kellemetlen hős, ez most jelenleg az idézők szurdokában, hogy rettentő sok energiát kell rá elhasználnod ahhoz, hogy egyáltalán vagy megbüntesd, vagy egyáltalán megöld, miközben most nem volt Bart tiltás volt, ezért elhozza a másik B betűs barátját, Miki. B betűs barátját, pontosan Braumot. Miki. Bniki. Így van. Kobi barátja elhozza Miki. És Trashy pedig lehet egy Gragasszal érkezik, azért az a Gragas is még akár a felső ösvényre is érkezhetne, de talán az a biztosabb, hogyha ez a dzsungelbe jön. Igen, az lenne legalábbis a valószínűsége ennek nagyobb. Közben a cseten mindenki írja, hogy hashtag szia Darcig, jó ét. Miközben az H2K van a következő választás előtt. Hecarim dzsungelt a mai nap folyamán már láttunk, és tökéletesen sikerült megfogni Irvexnek a dzsungelesét. Nem is erre a választásra esik a sor az H2K oldaláról, hanem Freeze megkapja Jean-t, akitől nem. Marad az S-nél. Nem kívánhat hármat Freeze, hanem inkább S-nél marad. Valamint jön a Troll Trundle, egy meghatározó szereplője az LCS-nek jó sok ideje már.
Pontos, ő egy olyan troll, aki nem akar kiesni a metából, tehát hogy ő nem is szándékozik ezzel, teljesen jó formán, hát január-februártól kezdve egészen a mai napig, és még minden bizonnyal további hetekben is, ő egy magabiztos választás lehet. Valamilyen szinten természetesen ő is egy flexi választás, de én úgy gondolom, hogy a felső ösvényes trendől az még mindig sokkal jobb és sokkal erősebb, mint esetlegesen egy támogató, miközben azért a támogató részen, tehát hogy a támogatóként érkezik ez a trendől, akkor egy rettentő, zavaró tényező tud lenni a jégoszlopoknak köszönhetően, illetve könnyedén tud barangolni, könnyedén tudja bejárni az egész térképet a fagybirodalmának a hatása alatt, és érkezik Svein, érkeznek a hollók, illetve a soha már Kobi pedig egy jó kis mozgékony Ezreal-lel fog jönni erre a mérkőzésre. Svein. Azt kell, hogy mondjam, hogy a maga 3-2-es győzelmi aránya nem tükrözi megfelelően, hogy mennyire nagy állathősről van szó. Ugyan csak 10 mérkőzésről lett kitiltva, összesen ugye 15-ön vesz részt. Nem rossz. Például ezzel szemben sokkal több mérkőzést tudhat magáénak, de Svein egy hatalmas, nagy, zavaró tényező, szintén, hogyha már ott van Vladimir is, akkor Svein szintén ilyen, és láttunk már nem egy akciót, akár ahol akár 3 vagy 4 fővel szemben is tudott például gyilkosságot elhozni egy Svein, a végső képessége nagyon aljas, az életerő regenerálódás tökéletes, nagyon jó a szinergia a homokórával is együtt, és van lekötése is, meg mágikus ellenállás csökkentése is. De jön a válasz az Éstuké oldaláról, az utolsó hősök megvannak ott is. Zyra Vendor kezébe vándorol, ami mindig egy hihetetlen kockázatos választás, és nagyon sok alkalommal még nem fizetődött ki. Ahogyan Jankos kindredezni fog, szintén hasonló, egy hasonló. Hihetetlen kockázatos választás. Igen, itt alapvetően 2 ilyen választás is történt az Éjstüké oldalán, és hogyha megnézzük, vagy átnézzük az előző mérkőzést, én úgy gondolom, hogy Freeze-nek az S-e is egy kockázatos választás volt, bármennyire is erős tud lenni a kezdeményező képessége, attól függetlenül én azt mondom, hogy az előző mérkőzésen abszolút ki tudta venni a játékból Miki és az ő bárgya Freeze-nek a lövészét, most pedig lehet esélye, vagy lehet lehetősége például Senkaxnak megtenni ugyanezt azzal a Sveinnel, azért ő is szépen a területre ható oda kötésével egyszerűen lehetőséget nyújt mondjuk egyrészt Kobinak a találásra, a misztikus lövedékek betalálására, másrészt például Trashinek egy jó pozícionált hordó eldobásra. Van időm, oda van kötve, nem fog sehova futni, oda pozícionálom, bedobom a hordót, már is benn van a buliban, Freeze, és ki lehet kapni így már rögtön egy olyan sebzéshordozót az Éjstüké oldalára, aki mindenképpen jelentős és számottevő lesz, de erre azért van reagálása, van reakciója Kindred végső képességének is, és itt most megint csak persze voltak ilyenek, hogy mi counter, mi nem counter, mit választok, hova, a szokásos Greg. De hogy a Greg sokkal hamarabb volt bent, mint Kindred. Tehát Kindred ráérkezett, tehát nem feltétlen ellenválasztás volt, hanem Trashien kitalálta, hogy ő bizony regászózni fog ezen a mérkőzésen. Majd Trolliék az H2K plusz 5 játékosa azt mondták, hogy jó, igazából ez az összeállításunk, jön az a Kindred, jön az a Zyra. Jön az a Zyra, akire mindig is ilyen, tehát hogy én minden egyes Zyra játéknál arra vagyok a leginkább kíváncsi, hogy hogy tudja magát úgy pozícionálni a játékon belül, hogy ő minél kevesebbszer legyen veszélyben, őt minél kevesebbszer tudják megölni, vagy legalábbis olyan helyzetbe hozni. Láttunk már nem egy olyan Zyrát, aki 0-9-be kezdett, hát azt nem engedheted meg jóformán. Viszont ugye ettől függetlenül kiadja magából a sebzést. Tehát Zyra esetében nem is az a kérdés, hogy el fogja feedelni az ellenfelet, hogy kellően sokat hal-e, vagy képes életben maradni. Kifejezetten ritka, tényleg. Az, hogy egy Zyra ne halljon meg sokszor. De, ha kiosztja a sebzést, jó a helyhez kötés tőle, és képes ezt a csapata kihasználni, elment a bumerány, akkor viszont nincsen más hátra,
mint előre, az árát jól ki lehet használni. Nagyban függ így, mint beszéltünk, az H2K játékától majd az, hogy vendor mennyire tud érvényesülni. Közben külön érdekesség, hogy mélységi őrszemet letesz a Splice, erről tudott az H2K válasz, mélységi őrszemezés viszont nincsen. Ryu még megtalálja Senkaxt. Sokkal passzívabban kezdett az H2K, csak az ösvény, pontosabban a folyó környékét őrszemezte be az alsó ösvény páros, miközben Vendor folyamatosan egy őrszemen, illetve két őrszem között táncol. Innentől kezdve a Splice játéka gyönyörű szép. A felső ösvényen kezdtek, ők akarták az ösvénycserét, ez majdnem biztos, hogy így van. Viszont köszönhetően annak, hogy látták, hogy az H2K-esek Freeze és Vendor is a felső ösvényre mennek, jött a hívás, akkor mi menjünk le az alsó ösvényre, kezdjük ott a játékot, ahol nekünk megszokott, és próbáljuk minél tovább, hát Odoamnétól megvonni a farmolást, sebezzük őket kettőnknek, ez egyszerűbb lesz. Miki? Talán. Hiába Junkos második szintű, ott kell adni a vörös szederhátat, mert még egy bárdal is meg lehet törni valakit. Ez az. Akkor, hogyha képes vagy mondjuk a vörös szederhát segítségét igénybe venni. Odoamnét kizónázza Kobi folyamatosan már az első szinten meglévő egyetlen képességét, a misztikus lövedéket megette. Így Ryu, te táncos lábú, te! Ezzel megúszod egyértelműen a rajtaütést. Miki hihetetlen mobilis. Megpróbálta büntetni az H2K középső ösvényesét, ettől függetlenül azért ő jött ebbe, ebből jól jött ki, bár a gyorsítását... Azt akarom mondani, hogy idézői varázslatot azért bukott ezzel Ryu, tehát lehet, hogy táncos lábú, de azért gyorsan tud futni. Ez is mindenképpen igaz. Mindkét felső ösvényes egyébként elhasználta a teleportját arra, hogy érkezzen majd a korai torony döntésre, mint Wunder, mint pedig Odoamné már ostromolnak, már folyamatosan lövik a tornyokat, miközben Kobi gyorsít egy kicsit játékos társain. Köszönhető annak, hogy Odoamne ugyanezt meg tudja tenni az ő óriási jégbunkójával, picit gyorsabban tudja elhozni talán az első tornyot az H2K-é, pontosan erre rögtön jön a válasz majd a Splice-tól, mindenképpen további farmolásra kényszeríti még Kobit. Majd itt fogják hagyni Wundernek ezt a tornyot, Kobi nagyon kevés életerőn van, viszont nagyon sok időt veszít majd így a Splice, míg Freeze és Vendor párosa. Jankosznak ugye nincsen vörös szeder hát erősítés, a Trashinek van, kell is Vendor segítsége, így most már ki lehet zónázni Trashit innen, kicsi a rakással menekül, pokoli sárkány az első, ezt már látjuk. Jankosz így megszerzi a vörös szeder hát erősítését, tovább is lesz rajta, mint Trashin amúgy. Emiatt egy rajtaütés érkezhet tőle viszonylag korán. Senkax megeszi az erősített transfúziót, próbál cserélni, mivel a helyhez kötés nem talált Ryu, így bajban lehet. Így van, Junkos egy jó rajtaütést tud alkalmazni a vörös szederhát miatt is. Ryu megy még tovább, de végül az első gyilkosságot Junkos hozza el. Nem akartam fölkiáltani örömömbe. Villanás hátán. Senkax az utolsó pillanatig kihasználta azt, hogy meddig tud menekülni, ott hagyta a kis hollóját, lassítsa mindenképpen Ryu és Junkos párosát, viszont mindketten rávillantak arra a gyilkosságra, teleporttal érkezik ki közben Svein a középső ösvényre, ne bukjon túl sok minion-t, míg szépen lassan ki kell sétálnia majd Ryunak, akinek köszönhetően annak, hogy a gyorsításról ugye csökkentették a töltési időt, ez már nem sokára el is elérhető lesz számára. Az első rajtaütés így az H2K oldalán sikeres, azért a kettős buffos Kindred, aki rögtön rávillan arra a Senkaxra, és ezzel lassítja, mindenképpen jó lehet, nagyon szépen a jelzőket fel tudja pakolni arra a Svein-re, így megvan az első gyilkosság, és lehet majd a tornyokat ismét dönteni. Senkax vásárol magának még egy gyűrűt, ezzel szeretné még jobban biztosítani azt, hogy ezen az alsó, ezen a középső ösvényen minél tovább kint tudjon maradni, illetve a saját ösvény fázisát minél tovább élvezni tudja. Jó a hívás közben Junkos és Vendortől, ugyanis a felső ösvényen van az egész Splice csapat, míg az alsó ösvényes külső tornyot Odoamné most rombolta le, innentől kezdve nagyon szép a játék korai szakasza. Az H2K-nél gyilkosság, tornyok, sárkány, minden ami kell. Célpontok tömkelege, valamint a gyilkosság.
Közben mehet a hashtag jó étkopasz is, hiszen most már csak Bucival maradtunk, ketten kap a Pride, valamint azért az H2K és a Splice összecsapása is itt van. Most már elárulhatom, hogy a Facebookon megjelent képeken a Munch, a Spears tulajdonát képezi. Mindenki, aki helyesen tippel, csak gratulálni tudok. Na de, a mérkőzéshez visszatérve, lényegében jelentéktelen arany előnye rendelkezik az H2K. Vendor elhozza azt a sutyerákot. Viszont, amiben előnye van, az H2K-nek jelen pillanatban. Sárkány Pipa, erről beszéltünk. Farmolás terén a középső ösvényen sikerült előre törni a Ryunak. Nem nagyon tud vele mit kezdeni Senkaksz, én úgy érzem jelen pillanatban. Ryu kisétál, nem sétál ki most végül a soha mozgásból. Senkaksznak is azért van egy kisebb kombója, ez folyalmatosan tudja azért alkalmazni, hogyha kellően belesétál Ryu a helyhez kötésekbe, átmegy a másik dzsungelbe, közben Junkos, amire rálátása nem volt a Splice-nak. Illetve azért Ryunak van egy vérvedencéje, tehát hogyha túl sokáig állna azon a területen, vagy kivárja azt a pillanatot, amikor majd a soha már aktiválódik, akkor a vérvedencével azért allép tud menni, mindenképpen van lehetősége, Bundert lehet büntetni egy kicsit, most egyelőre Vendornak a Zyra játéka eddig magabiztos és biztonságos, nem volt olyan szituációban, amiben meg lehetett volna büntetni, miközben a robbanékony hordó takarítani szeretné a minionokat, de annyira nem sikerült, pont annyira nem sikerült, hogy ez a kettes színű torony már az éjstüke jó oldalán van. Ugyanezt megteszi a Splice is, reagálás van erre, ez mindenképpen egy jó játék, ezt így kell megjátszani, odám néz szeretni egyébként még megvédeni Senkaksznak, meg mindenképpen. Vérpestis is van rajta, ebből baj lesz, viszont Trashy jókor érkezik, Ryu meg! Köli végül Vendor segítségével, aki éppen hogy túléri ezt a küzdelmet. Kiment az égetés is Senkaksra, ez nagyon fontos volt, mert az életerő visszatöltése így csökkent nagy mértékben Swaynek, ami miatt végül Ryu el tudta hozni ezt a gyilkosságot. Ugye pontosan a Vendor hozta el a gyilkosságot. Summa summarum. Milyen jó lett volna az a robbanékony hordó, nem? Most érkezett volna a robbanékony hordó, kicsit átzilálja az H2K csapatát, átrendezi az arcvonásait, de attól függetlenül ezzel nem rendelkezett már az a Gragas, mert a felső ösvényen, hát kvázi feleslegesen, mert dőlt a torony, tehát nem tudta megvédeni a saját tornyát, elhasználta, de jöhet is a visszajátszás. Senkaksznak mindenképpen kelleni fog majd egy kék erősítés, egyszer látjuk, hogy mennyi manája van, nem maradhat folyamatosan a hollók seregében, közben nagyon szét Ryutól mind a vérpest is, mint pedig a gyógyítás, így ő életben marad. Vendor az, aki nagyon-nagyon penge élen táncolt abban, hogy akkor ez még az ő életébe kerül-e vagy nem, de köszönhetően tényleg egyrészt az égetésnek, másrészt azért a villanást is el kellett használni. Jó volt a helyhez kötés, majd utána a segítségnyújtás Ryunak. Jól kezdi az H2K játékot, azt kell, hogy mondjam, hogy kvázi ugyanúgy, ahogy az előbb is, akkor talán a Splice-nak nem volt ennyi reakciója. Igaz, toronyban is kiegyenlít, eddig csak gyilkosságot nem tudott hozni a Splice, de más objektumok, más célpontokat azért tükörben, vagy legalábbis reakcióidőben elhoz, innentől kezdve nincs olyan nagy lemaradásban. Senkaksz Ryu-ból 3. És Senkaksz az, aki tud cserélni rajta, ugye ott van az a kék erősítés, amit te is hiányoltál, így folyamatosan tudja a végső képességét, a hollóseregét alkalmazni, amivel életerőt lopkod Ryutól és mindenkitől igazából, aki a közelben lenne, szüksége is van erre a képességre. Úgy gondolom, hogy Ryu megfelelő ellenfélre talált Vladimirrel Swain képében. Farmolásuk is abszolút de kiegyenlített. Más kérdés, hogy már 2 halála van Senkaksznak, lassabban is tud haladni. Korokpálcája felé veszi az irányt, de előtte azért még 2 dorany gyűrűje meg egy cipellő be kell, hogy ficcenjen, mert amúgy nehezen tud hát túlélni az ösvényen, eddig sem ment neki nélkülük. Pontosan, és ezzel egyébként időtől fosztja meg konkrétan Senkaksot, hogy neki vennie kell még egy gyűrűt, ezt láttuk már, hogy még akár egy Lissandránál is sok időbe kerülhet, vagy bárki olyan
hősnél, aki a korokpálcája rást választja, mert hogy ez mindenképpen egy nagy futás, hogy minél gyorsabban készüljön az a tárgy, minél gyorsabban érje el a 10 jelzőt. Viszont ezzel hátráltatta mindenképpen, én úgy gondolom, Jankos és Yu-nak a párosa a gyilkossággal, a rajtaütéssel, a középső ösvényes rajtaütéssel, Senkexnek a szvényét, hogy ezt meg tudja vásárolni, míg Ryu nem sokára be tudja fejezni majd a szellemarcot. Van őrszem, tehát ezt mindenképpen látom. Kitáncol, viszont így van, kellett ez a cipő egészen konkrétan, nagyon jó észrevétel. Kezdeményezés volt az H2K oldaláról, de ennek most annyi Wunder nem fog érkezni teleporttal csapatküzdelmet produkálni, pedig provokálni, pedig neki ott van már a megagnárja, de hát az H2K is visszavonul gyorsan. Váltottantól ösvényt, mind a Splice-os, mind az H2K-s főső ösvényes játékos, szeretnék a farmjukat növelni, valamint az ellenfél hát figyelmét néha egy-egy ösvényre kikényszeríteni. Ez egyelőre jól működik. Wundernek a teljesítményére nagyon kíváncsi leszek, mert egy Gnar azért időbe telik, amíg felveszi rendesen a versenyt a trollal, mert hiába távolsági hős a kicsi Gnar, attól függetlenül ugye megfelelő lassítása van a trollnak, tehát közel tud menni és bunkóskodni ott az arcába. Szóval van ott egy jégoszlopa is, ami még kapóra jöhet Wundernek, hogyha egy csapatharcban ugye általában többféle módon lehet ezt a jégoszlopot alkalmazni, vagy megpróbálsz valakit megállítani az elmenetelbe, vagy valakit oda szeretnél szorítani a falhoz, vagy annyira kizónázod, hogy a fal mellé rakod a jégoszlopot, akkor ott egy elég nagy olyan felület nyílik Wundernek, amivel azért a Megagnár képességében mindenképpen tud majd kábítani, közben elkészül a korokpálcája, amiről az előbb beszélgettünk, tehát lehet gyűjtögetni a jelzőket, míg a Manamunt is már befejezte Kobi. Ő egy nagyon picit, de hamarabb fogja befejezni egyébként az aratást, hogyha ez így működik. Wunder túlvállalhatja magát. A minionokat várja meg, de Jankos ott van, és lejár a Megagnár, és Wunder bajban van. Ryu nem eléggé félelmetes neki. Jankosszal együtt már azt talán a vérfest is tökéletesen ugrik Wunder, viszont a lassítás ott van rajta egyre, ez túléri, de ennyi. Jankosé a türelem achievement, amit ő most gyakorlatilag hát megszerzett magának. És gyilkosságot termett, tehát hogy alapvetően az mindenképpen jó, hogy kettő már ebből a gyilkosságból ott van Kindreden így. És megérte, ez egy bölcs várakozás volt, és nem, Wunder hiába nem volt rálátása, sőt nézzük meg, az egész déli dzsungelére nincsen rálátása a Splice-nak, a Gnar ment tovább. És a ugrását követően még el is villant, én úgy gondolom, hogy egyrészt a gyorsítással rendelkező Ryu elő, másrészt egy szintén ugráló Kindred elő, nem nagyon fogsz te elmenekülni. Főleg úgy, hogy nincsen már bűvöd, amit tudsz hozni. Jankos közben leszólózza a hegysárkányt, így már pokoli mellett egy hegyjelzője is van a sárkányok tekintetében az H2K-nek. Trashy lopkod, ezzel nincsen semmi baj, csak ugyanezt megteszi egyébként Jankos is. És hogyha megfosztják attól a kéktől, ami most meg is történik, Senkaxot, akkor esetlegesen még az ellenfél dzsungeléből lehetne elhozni, mármint hogyha tükörben elhozzák, ezt meg is kapta közben Svén, hogy ezért nem mondtam ki biztosan, mert ezt nem láttam, hogy ezt elhozták, de ez mindenképpen megvolt, a villanás szép. Azért így is, hogy hordónyi, az jól esik Zyra-nak. Abszolút olyan, mint hogyha Zyra... Tehát 10 liter peskült így az arcában. Azt konkrétan így azonnal ráadásul. Meg szeretném jegyezni időközben, hogy ez a hét egyelőre Európában zseniálisan indul. Ugyanis az előző héten 10 mérkőzésből 9-2-0-val zárult, azaz fölényes győzelemmel. Most a párosítások egyáltalán nem ezt sugallják. És gyakorlatilag jelen állás szerint is egy-egyre végződhet ez az H2K Splice-os. Várjunk még egy kicsit, mert itt tényleg így nézett ki az előző mérkőzés is, és valahol itt elkörül az időpont körül, így a 16-17. Percben talált valamit a Splice a földön, egy aranyfonalat, vagy valamit, amit így megfogt, és elkezdett tekerni, és utána már behúzta a mérkőzést, tehát hogy így konkrétan... Mekkora hasonlat! Találtok egy aranyfonalat, mindig húzzátok és tekerjétek, mert jön az a mérkőzés. Az ott biztos. Van a végén annak az aranyfonálnak. Nagyon tetszett ez a fajta hasonlat. De konkrétan ezt csinálta a Splice, és amint
mind Sandcaxon elkészül még egy tárgy, mind pedig Kobinak meg lesz a jégkesztyűje, elindulhat lesz, majd. Igen, meg nyilvessző, tudtam, mekkora gól! 1-1. Mert hogy akkor az Ace2K most lőtt egy gólt, akkor ez már 1-1. De attól függetlenül a középső ösvényen indul a csata. Ilyenkor és jön a teleport, viszont Megagnárban ott van Wunder. Hol? Ott van jelenleg. Szépen lassan. Nem volt annyira jó a teleport, viszont ugyanezt elhasználta Sandcax is. Én őt vártam amúgy lentről. De Ryu be tudja fejezni Sandcax be! Be tudja! Jó, egyelőre még a Békeszigeten Wundert életben tartotta, de alapvetően kettő ember tört meg az Ace2K. Pikpak! Kobi még megmenekül, illetve nagyon jó a pajzs Mikitől, de a transfúzió felerősítve arcokat tép Kobinak villannia kell, mert a térugrás nem volt elérhető számára, jött a jégfal az arcba. Az Ace2K egy embert veszít, klacs. Viszont kettővel szépít, és egy toronya. És mindenkinek el kellett villannia, természetesen Sandcax halálában nem tudott villanni. Viszont mennyire jó lett volna, hogyha Wunder, amint Megagnár formában érkezik, van egy ilyen idézői képessége, le tudja dolgozni a távolságot. Viszont ugye pont az alsó ösvényes rajtaütést követően bizony búcsúznia kellett a kicsi Gnárnak ettől a villanástól. Jöhet a viszont reakció, itt van, érkezik meg a gárban, Wunder is odaadni, kettő darab jégfalat is gyönyörű szépen helyezett el. Sandcax megpróbálja Fizzt kizónázni, de hát ő azért mégiscsak egy S, folyamatosan szép lövi és lassítja, illetve Ryu is nagyon jól érkezett a megmentésére, ki lehet lökni egy darabig, ugye kiindulhat a saját végső képességéből, megmutatta Trashy nekünk azt, hogy mire jó ez a robbanékony hordó, viszont Kobi kétszer sem talált. Sőt, lehet, háromszor a misztikus lövedékekkel, innentől kezdve nem tudta eléggé sebezni azt a Ryut, akinek erre ellenállása még jelen esetben nincsen. De nagyon jó volt a második Farish Bender. Miki barátkozott a kis gyökerekkel. Jó volt Freeze-nek a nyilvesszője, és ezzel nincsen baj mostani mérkőzésen amúgy, sőt, alapvetően jól használja a Freeze az S végső képességet, három ember bandázik a Ward-nál, annál a fantasztikus őrszemnél, amit ki tudtak végül szedni, de a Splice, pontosabban az Ace2K őrszemjátéka zseniális. Nézd meg, Ryu például most mögéjük tud kerülni, nem tudnak az érkezéséről. Véget. Így van, Vérpest is, Miki még azt tudja is védeni, viszont Kobi ott! Meghal, és micsoda lekötés közben Zárától, és ebből hármas gyilkosság lesz, elmenekül, pontosan meghal végül Miki is, valamint Trash is, ugyan Junkos meghal megint, mert miért ne tenni, ő ezt mindig csinálja, Wunder lepacsizza. Kellett a torony mindenképpen, a torony segítsége a Splice-nak ahhoz, hogy Junkos meg lehessen ölni, vagy legalábbis ő is a halálba vándoroljon, akinek már egyébként Ruan hurikánja van. Tehát a függetlenül 3 az 1-ért csere még mindenképpen megérte. Ryu is tankolja egy kicsit a tornyot, viszont nézd meg Freeze a gyors lövéseknek köszönhetően. Ajaj, Sandcax bajban van, arra számított, hogy valaki elmozdul és a soha mozgással el tud valakit kapni, de nem. Senki nem mozdult meg, így nem találta soha mozgás. Az 5. torony van meg az Ace2K oldaláról. 5000-nél is nagyobb az aranyelőny, ez tárgyakban is látszik majd már. Tárgyakban is látszik, Ryu az, aki két emberre talál. A Vérpest is se lesz bőven elég ahhoz, hogy Kobit még egy transzfúzióval is meg lehessen eltetni. Majd utána gyönyörű szép Zyra-nak a végső képessége két embert üt fel vérmedencébe. Be lehet rohanni Ryunál, majd a torony az, aki befejezi azt a kindredet. Sandcax rettentő későn érkezett erre a középső ösvényre. Hát így ember hátrányban, illetve Ryu remek kezdeményezésének köszönhetően esélye nem volt a Splice-nak itt bármit is megvédeni. Közben a torony is ledőlt, ezzel 5-3-ra módosul a toronyállás. Abszolút vezet az Ace2K, innentől kezdve a Splice-nak most már, nem tudom, valamiféle szerencse malacot kéne gyorsan nevelni ott az asztal alatt, hogy vissza lehessen jönni a mérkőzésbe. Esetlegesen egy jó barondasor hívás, esetleg egy jó barondasor, az még bőven visszahozhatja a Splice-t, be tudják a torony hátrányukat dolgozni, arany hátrányt is le lehet majd szépen csökkenteni, miközben Jankos az, aki nem mehet tovább, mert a soha már elzárja az utat Sandcax, de Jankos nagyon jól válaszol, mert volt egy kék és vörös erősítése is.
Meg 3-2-3-as és jó forma rendelkezik az a Junkhoz. Tehát a kintredek ugye mondtuk, hogy kockázatos választást jelentenek. Ilyen statisztikával, amikor valaki ilyen hatékony, már sokkal kevésbé kockázatos a kindred is akár. Ugyanezt elmondhatjuk Zyra-val is. Tresi megjelent egy nyilvesszőt, az operatőr kollégák pedig azt mutatják, hogy odaadni ott van a háttérben. Ő meg fog halni, nem hal meg! Helyette Tresi az, akit elvisz a vérpest is! Meg Kobi is meghalhatnál, ott van Ryu, és végül nem ő öli meg, hanem... A troll, kérem szépen. Itt viszont a baronnasor hívás most már az éstüki oldaláról jöhet. Három embert vesz itt a Splice, de lehetett volna abból négy is. Akár, sőt, még Szenkáknak is villannia kellett azért, hogy valahogy túlélje ezt a küzdelmet. Éstüki baronnasor elhozza az első ilyen erősítését ezen a mérkőzésén. Próbált Wunder és Szenkáks valamit tenni, valamit próbálkozni, hogy egy kicsit lehessen piszkálni a hátsó sorból az éstükélyes játékosokat. Viszont ez nem fog megtörténni. Három sárkányjelzője van az éstükélynek, most pedig egy jó kis baronnasor. Itt van a kezdeményezés. Freeze az, aki kilövi. Villan egyet Miki, Trashy pedig kicsi rakásnak köszönhetően tud már megmenekülni. Odaamni pedig teleporttal érkezve a felső ösvényre, egy elhasználja még a végső képességét, ennek köszönhetően azért az életreje is picit töltődik vissza, de nem hal meg, Kobit meg lehet harapni. Ryu pedig konkrétan 20 másodpercig tankolta full egyedül azt az inhibitor védő tornyot, mert hogy így lőtt egy transzfúziót, és azt mondta, hogy jó, akkor még bírom 5 másodpercig. Utána azt mondta, ja, de jó, lejárt a vérmedencém, akkor még mindig bírom. Hát így, köszi, Vladimir. Ami gyönyörű szép jelen pillanatban az, hogy Gnárt mennyire sikerül kivenni a játékból. Ugye hihetetlen nagy jelentőséggel bír az, hogy Wunder ne tudjon meg a Gnárban akciózni. Ne tudjon akkor kezdeményezni a Splice, amikor meg a Gnár van a felső ösvényes hősnél. Mit csinál az H2K? Ő kezdeményezés. Akkor történik akció, amikor ő akarja, nem pedig amikor a Splice esetleg föl tud építeni egy jó kis akciót saját magának, és már van akkora előny az H2K-nél, hogyha esetleg jön az a Gnár meg a formában, akkor is legyen már rá válasz lépésük, azt a sebzést esetleg ki tudják tankolni. Tres, igen, opa, H2K, Ryu, meghal. Pont azt akartam mondani, hogy Ryu annyira agresszív, hogy ennyire egyébként ez is látszik. Egyrészt nagyon szép volt közben Mikinek a Gletscher szakadék végső képessége. Annyi CC-ben állt az a Vladimir, hogy azért a vérmedence ide, vérmedence oda. Még jó, hogy nem használta el a gyorsítását. Tehát azt akartam mondani, hogy annyira agresszív Ryu és annyira az első sorokban szokott járkálni, hogy teljesen érthető az a választás, hogy egy jó kis zonya homokóráját bezsebel, mert akkor ő bemehet előre, és hogyha esetlegesen nem lenne éppen kritikus transzfúziója, nem lenne vérmedencéje, akkor legyen egy harmadik olyan lehetősége, amivel még tovább túl tudja élni a bulit. Jankos pedig úgy döntött, hogy mindenképpen kell egy kis páncél átütés, tehát a halál emlékeztetőjét, a halál emlékezetét az megvásárolja így a Megagnár formában lévő Wunderre, illetve Trashyre is mindenképpen lesz sebzése. Jöjjön a visszajátszás, Ryu az, aki abszolút mélyre érkezik, mindent megkap, minden. Konkrétan mindent. És Kobi éppen, hogy csak túléli, de közben odaállni fél életerőre tudta csökkenteni a felsősvény inhibitort védő tornyát, hát minden, volt ott Megagnár, volt ott Gletscher szakadék, tehát hogy ez konkrétan látszott, hogy a Splice ez a Ryu rohadtul idegesített, most megöllek minden képességemmel, amivel van. Wunder is agresszív, jégkalapács jöhet mellé, a fekete hasítóbár mellé, így a folyamatos lassítás most már nem nagyon Kobinál, hanem Wundernél is megvan, ez mindenképpen akár egy jó választás is lehet, míg Senkaks inkább tankosít. A szellemarcnak köszönhetően láttunk már olyan felsősvényeszvényt, aki inkább a sebzés irányába mozdult ki, de ez is egy teljesen valid tárgyválasztás rá, és amiről az előbb beszéltem, a zonya homokórája, az bizony elkészült Ryun innentől pick kezdve. Pikpak hozzátenném, tehát hogy pikpak elkészült ez a zonya homokórája. Ryun volt ideje persze, de ettől függetlenül ugye megvette a kereső karvértjét, és
onnantól kezdve nagyon rövid idő alatt, mert ott is volt rajta a kész homokóra. Nagyon jó választás, kicsit talán a Proton Earth az, ami hiányozhat Ryu agresszivitásához. De nem kell aggódni, én biztos vagyok benne, hogy a következő tárgyak egyike az lehet. A gyorsítással akár ugyan... ki is veheti azt a tárgyat. Gyakorlatilag kiveheti a gyorsítással azt a tárgyat, természetesen, hiszen a távolság ledolgozásra az jó. És talán még egy üresség botja is jobban jön majd neki, köszönhetően annak, hogy a mágikus ellenállásra elkezd építeni a Spice-t. Bajban van, meg is hal. Ryu viszont a hátsó sorban Kobe így meg fog halni egészen konkrétan. Ryu még mindig él. Miki elvillan, miközben a Gletscher szakarítónakat elhasználja, de Senkax is meghal. Mikit pedig be lehet fejezni. Freeze nem, mert talál Wundernek a bumerángja, még a minion ugrás is jó, de Freeze nem hagyja abba. Freeze még meg tovább, a galamb megöli. Nem, ez nem olyan galamb, kérem szépen, ez nem sebez. Meg ez felrobban meg, ez nem toj le téged magasról, hanem így a tett világba így felrobban, és ennyi. De három embert elhozott a Splice, meg egy inhibitor tornyot, akár az inhibitort is. Valószínűleg a mérkőzés még így nem fogják befejezni, de lehet akár még egy inhibitort elhozni, lehet. 27. percben vagyunk. Gyakorlatilag bőven meg tudja ezt csinálni az H2K, és innentől kezdve hatalmas nagy bajban van a Splice. Kíváncsian várom, hogy mit lehet csinálni. Például jön a teleport, hiszen Kax Wunder megy tovább, de jó a jégoszlop Ryu-t. Még lehet, hogy valaki be tudja fejezni. Itt van Senkax négy ember között homokóra. Senkaxnak az viszont nincsen, Ryu-nak van. Meg fog halni Senkax, nem volt jó a kezdeményezés. Ryu visszatölti az életerejét, meg is hal közben Gnár. Kezdeményez újra a Splice, de ezzel aláírja. Aláírja a halálos ítéletét, a Trashy túl is éli, amire még van lehetőség, ott van Odoamné, aki őt most már agyon fogja pillanatokon belül tudni csapni. Nem, megmenekül, nézd meg, egyelőre megmenekül, de ott a térbirodalom, Odoamné megy, jégoszlop, ital, és megvan a mérkőzés. Hölgyeim és uraim, az H2K végül egy szintiszta napot zár a Splice-szal, ami miatt mindenki egy-egyre végez a mai napon. Tehát nem 2-0-ás szintiszta győzelem, hanem pont a kiegyenlítése volt jó. Zseniális játék az H2K-től. Döntetlen, ma minden mérkőzésünk döntetlen végeredmény ért. Kászmeri, mi remélem látod a hölgyet, de attól függetlenül nem Ryu-ra gondolt, hanem a hátsó moderátor lányra csak gondoltam, szólok, mert a kamera Ryu-ra közelített folyton. De mögötte, hát tudjuk, hogy kiről beszélünk. Nem, nem. De attól függetlenül én úgy gondolom, hogy ez egy jó dolog, amikor nem rektelések vannak, nem könnyű két győzelem, vagy nehéz, de most volt válasza mindig az adott csapatnak, aki hátrányból kezdte a második meccset, minden egyes mérkőzésen, ha nehezebben, ha könnyebben, de volt választása, és volt reakciója. Az H2K, én úgy gondolom, most magabiztosan nyerte meg ezt a második mérkőzést, míg az első mérkőzést magabiztosan adták el. Vagy hát legalábbis magabiztosan... Egy biztos, legalább a magabiztosság végig jellemezte az H2K. Abszolút! Tehát, hogy az első mérkőzésen az H2K azt mondta, hogy jó, hasonlóan jó a kezdünk, majd utána elalszunk a 20. percben. Splice erre meg rácsapott, így megvolt az első mérkőzés, a másodikon viszont az H2K azt mondta, hogy oké, ahogy eltelt a 20 perc, most kéne aludni. Nem, semmiképpen nem kéne aludni, mert ott Kennel azért még megtapsolja a fiúkat, azért az egy pontot mindenképpen elhozták. Így viszont veretlen marad kvázi az H2K. És három győzelemmel és négy darab döntetlennel áll jelen esetben Európában. És tényleg, ma 5 darab egy-egyes mérkőzésünk volt. Tökéletes. Tökéletes, én is csak ezt tudom mondani. Nagyon izgalmas volt abszolút ez a mai nap, és ez az H2K Splice mérkőzés is azért volt jó, mert az H2K tényleg visszatért a mérkőzésbe. Junkos ezt a Kindredet nagyon jól ki tudta használni, mert mobilis volt vele. Az, hogy ő amúgy később szerezte meg a saját vörös szeder hát erősítését, nagyban hozzájárult az, hogy az első gyilkosságot el tudták hozni Swain-en, mert úgy jött ki a rotáció, és itt talán Trashy volt egy picikét kijátszva az egész mérkőzés alatt, mert a dzsungelből ki tudta szedni Junkos, mert nem jól tudott a rotációval érkezni. És köszönhetően annak, hogy egy gyors torony döntések voltak, jóformán megakadályozták
azt a trashit, hogy egy olyan játékot játszom, hogy alsós, még középsős, még valahova jövök kicsit rajta ütni, hát azért Gragasszal teljes mértékben tökéletes, jó és észszerű játék, hogyha rajtaütéseket minél többet és többet eszközölsz a játék korai szakaszában. Viszont ezt pontosan azzal tudták megakadályozni, hogy egyrészt folyamatosan döntötték a tornyokat, és előnyt tudott kovácsolni alapvetően az H2K csapata azzal, hogy Kindred, én úgy gondolom, hogy hasznosabb esetekben egy ösvényen, tehát amikor Troy döntésről van szó, amikor farmolásról, főleg amikor megvan a Ruan hurikánja, sokkal könnyebben tudja takarítani az ösvényt, itt pedig az első rajtaütés, ami igazából Ryu és Vendernek. Lehet akkor már, tehát itt lényeg annyi, hogy itt Ryu és Vendernek az összjátéka, ami gyönyörű szép. Az, hogy Senkax nem tudja befejezni közben Freeze-t, az kvázi el is dönti ezt abszolút a csatát, illetve még mindenképpen ki kell emelni Odoamnénak ebből az küzdelemből a remek jégoszlopait, azzal állította meg alapvetően az érkező Odoamnét, illetve utána még Kobit is villanásra tudta sarkalni. És Zyra bejött, jól játszott, Vendor jól hozta ezt a karaktert, és biztonságosan játszott vele, ami nagyon fontos, tehát kellő távolságból lövöldözött, ki tudott menni Zyrának az a kombója, hogy legalábbis mindig volt idő, mindig volt lehetőség az adott csapatküzdelemben arra, hogy oké, van még egy plusz feldobásom, oké, van még egy lekötésem, van még egy kis plusz sebzésem. Tehát nem az történt, hogy pik, jön a csapatküzdelem, és Zyra meghalt, és akkor csábben maradt még az ultim, maradt még. Nem. Mindig valahonnan tudott jól érkezni, nem lőtték le rögtön az elején, úgyhogy innentől kezdve én azt mondom, hogy ez egy jó Zyra játék volt. Nagyon sokat is tudott egyébként segíteni a csapatának. Abszolút, mert ugye a figyelmet nagyon sokszor magára vonta, például Ryu. Illetve az is probléma volt, hogy a Giant, hogy a Splice próbált kezdeményezni folyton. És ezt én úgy gondolom, én ezt hibának gondolom, mert Senkax járt úgy, mint ahogy Zyrának kellett volna például. Hogy akkor előre megy és próbálkozik, és nem tudom. Nem. Tehát, hogy nem. Ez nem az a holló volt, amelyik igazán tudott terrorizálni. Semmit nem tudott büntetni, még Ryun se. Nem, és nem is követtem ugyanira a csapata. Az előző szituáció is egy olyan volt, ahol ahogy akaratok egyedül megpróbálta kiszedni az ellenfél lövészét, és ezek egy jó döntések lehetnek, meg lehet próbálni, de mondjuk nem egy Swain-nel, akinek a sebzése akkor teljes, hogyha talál a soha mozgás, ha az nem talál, akkor te maximum hosszú távon sebzed le a végső képességeddel azt az est, viszont hol a csapatot, ha nem jön össze. Hát jól láttuk, a sírban már akkor maximum jó, fél lábbal, illetve téged is agyon tudnak verni. Mondjuk Ryunak ez a Vladimir játéka, ez szerintem zseniális volt. Kellően agresszív volt. Kellően is, ez fontos. Annyira az arcodba ment bele folyamatosan, láttuk a gyorsítást, nagyon jól alkalmazta. Egyébként pont hogy az első rajtaütésnél pont a gyorsítás az, ami megmentette az életét még annó a játék legelején, amikor egyszer érkezett Reshi a középső ösvényre. De utána pedig agresszívan használta abszolút ezt az idézői képességét. Nagyon jól érkezett, az arcomon alatt jó formán ő adta. Bármennyire is ott volt Odoamné trollja, és ütötte azt, akit látott, és ment előre. Legelől az előőrs, vagy az nem tudom, az elővéd, az abszolút. És inkább talán ez jó, az elővéd volt Ryu, mert hogy tankos volt, bírta a sebzés, folyamatosan gyógyította magát, és még emellett volt bőven benne plusz sebzés, nem véletlen egyébként azért vásárolt, ha jól emlékszem, egy Rylight, tehát hogy plusz... Rylight is volt nála egyértelműen, volt akkor mélyebb. Lassítsa is, és ezzel előkészítse ugye a többieknek az egész akciót, hiszen ugye akárhogy is nézzük, ha lassít Vladimir, akkor a többiek utol tudják érni, és mind Junkos, mind pedig például ugye ott volt a felsősőnyen Odoamné is, azért szépen lassan 1-2-3 másodperc alatt, de inkább 3-5 másodperc alatt osztják ki saját magukból a sebzést, ami pont azt jelenti, hogy erre az időre szükségük van. Erre az időre viszont, hát tehát rendelkezésükre állt ez az idő, kétségtelenül. És pont ezért volt jó még amúgy Zyra is, mert jó volt a lekövetés, nem mozgott együtt a Splice, nem tudott jól kezdeményezni, ezt bőven kihangsúlyozták és kihasználták egészen konkrétan az H2K játékosai. És hát a sebzés kiosztás, az se volt mindegy amúgy ott gyakorlatilag a Splice, illetve az H2K oldalán főleg. És talán még azt lehetne kiemelni, hogy
Odvánné bőven tankosított, ő inkább a titánhidrás választást hozta erre a Trundle-re, tehát ő a Trundle-t a megszokottnál talán jobban tankosította a titánhidrára, míg Wunder bármennyire is jól kezdett, nem kezdett jól, ez megint csak egy jó eldöntendő kérdés, de attól függetlenül én úgy gondolom, hogy a jégkalapácsos Gnár az azt jelenti, hogy akkor én magabiztosan nyertem az ösvényemet, magabiztos vagyok, hoztam egy gyilkosságot, részt vettem, és vezet a csapat. És akkor rosszhatom, mert az tök jó, mert plusz életerő, mert minden viszont az életerőn kívül nem ad neked plusz tankosságot. Sem a kalapács, sem a bárd, tehát... Sem a jég. Tehát, hogy az tök jó, hogy lassítasz, és le tudsz valakit követni, vagy adsz esélyt a csapatodnak, hogy lekövesse az adott illetőt, viszont ő meg én úgy gondolom, hogy így kellően kevés tankossággal rendelkezett, például az előző mérkőzés Odoamnénak a gárjához képest, aki ezért tankos volt, csak szerencsétlenül jöttek ki. Látjuk közben, hogy Giancos a mérkőzés embere. Ugye beszéltünk arról, hogy ez a Kindred, ez egy kockázatos választás. Ez a Kindred viszont, ami most ebben a játékban érkezett Giancostól, ez hihetetlenül ki lehet használva a mobilitása, ugye. És nem csak a mobilitás, hanem a dominancia. Ugye egy Kindreddel hihetetlenül jól ki tudod használni, hogyha át tudsz menni az ellenfél dzsungelébe, hogyha az ellenfél dzsungeles egy kicsit le van maradva. Gragas is izzadt végig, láttam, úgy próbált futni az ösvények között, hogy valahova érjen már oda, és legyen egy jó rajtaütése, addig Giancos még bárányugrással farmolta az ellenfél dzsungelét. Amikor Gragas ide-oda ment, akkor elhozott egy sárkányt például. Nagyon elegánsan, de kihasználta a dominanciát Giancos, és hozzá is segítette a csapatát annak további terében. És könnyedén le tudta követni a gyilkosságokat is köszönhetően a mozgékonyságának, tehát bármennyire is elvillantak már és elfutottak már előle, egyszerűen csak ugrált még kettőt, majd utána befejezte a gyilkosságokat, tehát ezért két-három olyan szóló, vagy legalábbis rajtaütésből érkező gyilkosságot hozott, ami mindenképpen fontos volt. Pontosan, Gragasnál ott volt a bor, viszont Kindrednél a mozgékonyak. Menjünk át ettől függetlenül az Orihen és a Fnatic mérkőzésébe. Most már ugye gyakorlatilag a mai nap eseményeit próbáljuk röviden lezárni. Az első meccset elhozta Fnatic magabiztosan az Orihennel szemben, de jött a második meccs, hölgyeim és uraim. Az európai LCS valaha volt leghosszabb mérkőzése, Rekkles pedig a leghosszabb farmot hozta ki itt gyakorlatilag, ez még csak a 62. perc, majdnem 20 percen keresztül itt még ment tovább a meccs, és ez egy gyönyörű szép befejezése volt az egésznek. Power of Evil és Soez a Fnatic frontvonala mögé tudott kerülni, és ez a fajta torony sebzés, hát pontosabban ez a fajta, hát ugye ahogy Twitteren hívták, hát a Tower Defense League of Legends-es kiadása volt ez, amit a Fnatic vívott kb. Fél órán keresztül. Hát az Easy Road kapukkal, meg minden, ez egyszerűen szenzációs volt. Zseniális volt, én is úgy gondolom. Viszont végül az Orihen tudott győzelemeskedni, így alakult ki egy 1-1, mondjuk tényleg nem akárhogy. Tehát ez egy frenetikus mérkőzés. Konkrétan ez már majdnem BU3 volt, hogyha a 80 perces meccset nézzük, az simán elmehet két hosszabb mérkőzést, tehát a 40 percével óriási csatát vívott az Orihen, és ez az, amit az Orihen tud, mármint úgy értem, hogy küzdeni. Azt az Orihen egyszerűen az így küzdelem, meg küzdés egyenlő Orihen. Egyszerűen én ezt az egy dolgot rettentő mód becsülöm a csapatban, hogy egyszerűen menne, és nem érdekes, és tudom, hogy vesztett helyzet, nagyon megalázott az előző mérkőzésen, nem tudom, a Fnatic vagy annó még a döntőbe szintén. De a döntőbe is még tavaly nyáron mekkorát küzdött az Orihen, hogy elhozott még két mérkőzést egy veretlen Fnatickel szemben, akit ténylegesen senki nem tudott tavaly megverni. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik olyan erő az Orihenben, amit ha ki tudnak használni, akkor ez rettentő nagy lélektani, hát nem tudom, plusz tud adni ennek a csapatnak, és itt vannak a rekordok, amik megdőltek. Alapvetően ugye, hát minden, tehát az, hogy hány creep lett megölve, hány minion, 300 ezer közeli összes arany, Febiben ugye 448 minionnal volt a második gyakorlatilag. Na hát Viktorral könnyű. Igen. Zseniális értékek voltak, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy zseniális értékek voltak, 70 percük, 80 perc 80. azért rendelkezésükre áll, és pont ezt beszéltem ugye Darcyggal is, amikor véget ért ez a mérkőzés,
hogy nem 30 percen keresztüli matyizás és egy helyben való állóháború zajlott. Tényleg az történt, amire tippeltünk. A játék közepén, a 65. percben kitalálták Yellowstar-ék. Kész, nem bírjuk idegen, mit vagyunk, vennünk Zizirot kapót, és mindenki ezzel, mit csináljunk, kész, és megcsinálták. Vettek négyet, vagy hármat, nem tudom már mennyit. Eladták a tárgyakat, mert ugye max tárgyon voltak, eladtál egy tárgyat, vettél egy Zizirot kaput, eladtad a Zizirot kaput, miután lehelyezted, eladtad a Zizirot kaput. És megvetted újra a tárgyat. Ugyanazt és ezt kétszer eljátszották, mert ugye egyszer lejárt. Ja igen, egy kapu. Plusz kört játszottak. Óriási. Tehát, hogy Bondarról beszéltünk, egy hihetetlen stratégiai elmeharc ment úgy, hogy a Fnatic folyamatosan nyomás miközben alatt nevettek. Tehát, hogy ez a hatalmas igen stratégia, ez az, hogy hát mit vegyük, hát ne vagy benne, és kell velem zízőrat kapu. Jó, ez jó, de egy kötele belegondolt az ember, hogy nem is olyan rossz vicc. Nem. Tehát, hogy ez ténylegesen egy jó vicc, úgyhogy tetszik, csináljuk meg. Nagyon-nagyon ügyes volt. Itt pedig most a tabellát látjuk így az első nap végeztével. G2, illetve a Fnatic az első két helyen, őket rögtön követi az H2K, aki most ugye szerzett most egy pontot az utolsón. Aztán jöhet a középmezőn Schalke, Splice, Giants, illetve még a Rocket és a Team Vitality. Majd alul még 6 ponttal, illetve 4 ponttal az Orion, illetve a Unicorns of Love. Ott látjátok, győzelem, döntetlen és vereség ez a három első szám, amit láttok, és ott voltak mellette azok a pontok, amiket ezekért lehet kapni. Ugye 3 pont a győzelem, 1 pont a döntetlen, mint a fociban. Pontosan. Úgy gondolom, hogy jelen pillanatban is baromira erős amúgy az európai mezőny. Nem mondanám azt, hogy a negyedik hét első napját követően ki lehetne jelenteni, hogy melyik csapatok jutnak be a rájátszásba az első két helyen, jutnak be a rájátszásba, szerzi meg a hetedik helyet, ami egy ilyen biztos pihenőhely, se rájátszás, se relegációs mérkőzések, vagy pedig ugye kik lesznek azok, akik az EU LCS-ben való bennmaradásért a bennmaradási tornán küzdenek majd, de itt vagyunk a szezon felénél a mai nappal. Igen, holnaptól már nem, 9. Bocsánat, az egy hét múlva. Ez a négy és fél az a ilyenkor. A négy és fél az nem a negyedik hét fele, hanem az ötödik hétnek a fele. Semmi gond. Egy hét múlva ilyenkor leszünk a szezon felénél. Pontosan. Meg jönnek majd a visszavágók, tehát azért ez mindenképpen fontos, hogy bármennyire is BO2, több esélyed van visszavágni a többi csapatnak. Tehát nem elég, hogy rögtön játszott még egy mérkőzést ellene, jelen esetben a Fnatic Orihan mondjuk, hanem akkor most majd jön majd egy Orion Fnatic egymás ellen, szintén BO2-be, és láttuk a tabellán is, 9. helyen áll az Orion, nem mondanám egy csillogó kiemelkedő eredménynek, és képes 82 percen keresztül vért izzadva szenvedni, és elhozni egy mérkőzést is. Ez az, ami iszonyatmód számít, ez az, amivel hogyha nem hozta volna el az Orion, mert valami hibát elkövet és megnyeri a Fnatic, akkor is én úgy gondolom, hogy azt kellett volna mondani, hogy az Orion megtett mindent, és ki szuszakolta magából az utolsó lélegzetet is, amit még bevettek a játékosok, mert tényleg ott szerintem kiköpték már minden tüdőjüket, minden bajuk volt. Abszolút, de hát az már egy olyan mérkőzés volt, illetve mondanám azt, hogy egy olyan mérkőzés volt, ahol már tök mindegy kinyer, igazából tényleg mindenki megtette magáé. De az volt a szép, hogy mindig tudtak még egymásra válaszolni, tehát nem ez a föladom, és akkor most egy csapat küzdelem, és akkor lesz, ami lesz, gyerekek, kész, all in baszki, azt vigye mindenki, aki akarja, és aki megnyeri, az nyert, aki nem, az nem, viszont ezzel szemben ugye az Easy Road kapu, a célpontok kezelése, kimozdulása, folyamatosan tényleg volt erre válasz. Vagy odaadom, érted, a Fnaticnek az ötödik, mi az ősi sárkányt úgy, hogy van 5 darab elemi sárkány jelzője, tehát borzalmasan felerősödik a csapat arra a 2 percre, amíg ők lángolnak, és meg tudom hívni ezt a döntést, hogy adjuk oda, no para, helyette valami mást
valami mást hozzunk, vagy máshol játszunk. De milyen mérkőzések voltak még ma? A Unicorns of Love, én úgy gondolom, hogy végre elhozott egy pontot, így az elmúlt hetek és napok mérkőzései alapján. Ez már azt jelenti, hogy fejlődés, el lehet indulni. Abból az, hát nem is tudom miből, mert nem egy szakadék, de lehet az. Tehát, hogy valahol ki kell mászni ebből a gödörből. Abból a gödörből most, amiben a Unicorns of Love van, holnap borzalmasan nehéz meccse lesz, főleg, hogyha az H2K úgy tud játszani, mint most az utolsó mérkőzésen, akkor nagyon nehéz lesz. De ma legalább a Rocket ellen elhozott egy mérkőzést, illetve egy pontot, így azért gratulálunk nekik. Abszolút gratulálni. Még igazából most ma mind a 10 csapatnak kell gratulálni, mert mindenki nyert egy meccset. Tehát... Tényleg mindenkinek lehet gratulálni, mind a 10 csapatnak. Ugye a holnapi nap folyamán, amit megszavaztatok, az már egy fölényes szavazás volt, hiszen a Rocket játszik a Fnatic-kel, és a Rocket még mindig egy olyan csapat, akit nem szabad alulbecsülni, ahogy egy Splice sem. Jól látjuk, hogy az H2K egy harmadik helyen van, de nyögvenyelős volt az első mérkőzés számukra, el is bukták a Splice-szal szemben, és piszok sokat számít az, hogy 3 pontot nyersz, vagy pedig 1-et. Tehát ezek az apró hibák, amik egy-egy mérkőzésbe kerülnek, a végső tabellaállás nagyban befolyásolja. Ha 3 pontot nyersz, akkor az ellenfél csapat konkrétan a nullát kapja, tehát hogy az olyan szintű lemaradást tud mutatni, illetve a döntetlenek, ha sok döntetlen lesz, még a játék elején az első pár hétben láttuk, hogyha volt egy csapat, aki játszott 3 döntetlent, és tényleg már jóformán vért pisilt azért, hogy egy nyomat pontot el tudjon hozni, addig jött egy csapat, eddig folyamatosan kikapott, majd nyert egy mérkőzés, ugyanúgy 3-3 pont. Persze a pontozási táblázatban nem ugyanannyit ér az a 3-3 pont, de attól függetlenül ennyi volt. Nyertünk egy meccset, oké, király volt, de utána mindig kikapunk. Én meg szenvedek már 3 mérkőzésre, mert folyamatosan csak döntetlen tudok játszani, és azért az én úgy gondolom, hogy nagyobb szenvedés 3 folyamatosan döntetlenre kihozni, mert általában nem én, mondjuk, hogyha én kezdek egy győzelemmel, talán az a rossz, hogy hát nehogy már elhozhattuk volna azt a második mérkőzést is, tehát ott az a rossz érzés, ha meg már egy 0-1-ből kell beállnod, akkor meg ott van a druk, hogy gyerünk, akkor legyen meg az 1-1, gyerünk, ott van az 1 pont. Úgyhogy Rocket Unicorns of Love 1-1, és az első 2 mérkőzés, az pedig Schalke G2 volt, amit nem hallhattatok magyarul, azért én úgy gondolom, hogy ezt a G2-t, aki nagyon erős összeállítással érkezett most nyárra, látjuk, hogy azért meg lehet fogni, nem az a veretlen, nem egy ilyen amerikai tavalyi, vagy mi az tavaszi Immortals feeling, pedig egy kicsit annak nézett ki, hogy na, akkor boostoljuk fel egy picit az alsósvényt, hozzuk ide a legjobb alsósvénypárost, többiek maradnak, mert ők egyébként jók voltak, bár mondjuk ez a kikisz botrány, vagy kikisz ügy, ez nem biztos, hogy jó fényt vetett a játékosokra, csapatra, bármi más, viszont Schalke elhozott ellenük egy mérkőzést, és amit pedig magyar nyelven is hallhattatok a ti kommentálásotokban, az pedig a Vitality, illetve a Giants összecsapásra, ahol a Giants az, aki én úgy gondolom, hogy olyan szinten meglepetésre, hogy Szépen lassan jön föl a Giants. Abszolút rosszul kezdett. Lassan, és jó döntések voltak, jó játékok voltak a Giants részéről is. Sonstar, a Giants lövésze, abszolút egy sztár. Egy sztár, tényleg. Tehát kiemelkedik a többiek árnyékából, akik amúgy mellesleg nagyon jól támogatják azt a lövészt is. A Jhin játéka zseniális volt az első mérkőzésen. Jó játékot követett a Giants. Utána a Vitality megmutatta, hogy mi fánterem a rekettje, de ettől függetlenül egy mérkőzés megint elveszített a Vitality, megint megtagadtak tőle 2 pontot, a Giants pedig szintén nyert 1-et, tehát a középmezőn továbbra is ilyen jó erősen masszívan együtt marad, mert nincsen akkora különbség a csapatok között, hogy akkor 2-0-ázzuk az embereket. Nem a múlt heti összeállításon, ahol 10 meccsből 9-2-0-ával végződött. Izgalmas volt a Vitality Giants mérkőzés is. Rocket Unicorns of Love-ról már említettünk pár szót. Igazából a Fnatic Orihen Schalke G2 összecsapás sem volt rossz, még lehet, hogy fogunk majd bejátszásokat ezen mérkőzésekből adni, attól függően, hogy a külföldi kollégák gondolnak erre, illetve a Splice és az H2K a legutolsó összecsapás, úgy gondolom, hogy
megint megmutatta, hogy mennyire sokat számít amúgy egy BO2-es széria a pontszerzés szempontjából, hiszen ha BO1-es lett volna, akkor most azon vagyunk, hogy a Splice megverte az H2K-t. És hogy egész ügyesen, mert hogy bármennyire is az H2K jobban kezdte azt a mérkőzést, egyrészt nem tudott kiépíteni kellő előnyt, mind aranyba, mind tornyokba, másrészt egyszerűen ténylegesen a Splice ott elkapta a fonalat, tehát ott a 15. perc és a 20. perc körül valahol valamit megtaláltak a Splice-os játékosok, vagy csak Yamato Karennek az őrülése az, ami, vagy az öröme az, amit ők is megkaptak bejátszásba, és ha már a mester így örül, akkor nekünk is nyernünk kell. Most pedig látjátok, hogy mi lesz a holnapi menetrend. A kettes streamre fogunk érkezni, ami nem lesz más, mint egy Rocket Fnatic első mérkőzés, illetve egy H2K Unicorns of Love, majd harmadik közös mérkőzésben pedig majd a Splice játszik az Orihennel. Egy nagyon jó mérkőzés. Én is úgy gondolom, hogy iszok jó mérkőzésnek ígérkezik, ha más nem stratégia szempontból. Az Orihen ugye a 9. helyen áll, a Splice a 6. helyen, ettől függetlenül mind a két oldalon hihetetlen sok lehetőség van a játékosokban, bár itt talán az Orihennek adnám egyértelműen a lehetőséget, viszont a háttérstáb, az pedig a Splice-nál jobb, úgy gondolom. Meglátjuk, hogy hogyan sikerül ezt itt kihasználni, mert jelentős különbség nincsen ezen két csapat játékosai és stábja között. Fej-fej mellett haladhatnak akár, egy-egyet bőven, tehát ezt Abszolút. Ugye, amit nem láthattok majd magyar nyelven, az a Giants Schalke 0-fia, illetve a Vitality G2 összecsapása, de mi holnap 5 órától itt leszünk. Délután 5-től kezdődik a móka és a kacagás, nem mellesteg még League of Legends mérkőzések is, az EULCS tájékáról. Rocket Fnatic-kel kezdünk délután 5-től, gyertek ti is, ma estére pedig lőjük a pisit. Pontosan, köszönjük szépen a figyelmet, holnap Pierce, Buci és jó magam várunk titeket, valamint az előbb említett 3 mérkőzés, vagy pedig, hogyha esetleg másképpen alakul, lehet, hogy ma is 4 mérkőzést fogunk lekommentálni, ugye összességében 4 összecsapás. Köszönjük szépen, hogy eddig kitartottatok, további jó éjszakát, holnap délután 5-kor pedig találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Jump on to, pick it! Nice!